Feszített víztükör a medencékben, csütörtök délelőtt már szinte teljesen készen állt a szexárdi családbarát élményfürdő a pénteki nyitásra. Az elmúlt szűk egy hónapban folyamatosan dolgoztak a szakemberek a vízzáró burkolat helyreállításán. Volt, hogy a szakadó eső miatt sátor alatt kellett dolgozniuk. Hogy nagyjából 1800 négyzetméter burkolt felület van, ebből közel 500 négyzetméter az, ami most kicserélésre került. Ugye a vízfeszítések, ugye, ami a feszített víztükröt biztosítja, abból körülbelül 200 folyóméter az, ami elvégzésre vagy megvalósult, ami ki lett javítva és új került a helyére, valamint elég sok helyen ugye a medencefal és a medence alja közötti rész, éles rész, ezek ilyen úgynevezett holker kialakítással kerültek kialakításra, ugye, hogy lehetőség szerint ne okozzon semmilyen baleset veszélyt. A strandot az idei évtől üzemelteti a büféket eddig is vezető szexádi diákétkeztetési Kft. Az önkormányzati cég vezetője azt mondja, emeltek ugyan a belépők árain, mert a gépészethez szükséges villamosenergia most sokkal többe kerül, mint tavaly, de ezzel együtt a szolgáltatásaik színvonalát is jobbá akarják tenni. A strandon egyébként 25 fő dolgozik a szezonban, a szórakoztató programok szervezése pedig már folyamatban van. A 6 órától 9 óráig időszak az megszűnt, nyilván takarékossági okokból, tehát 9 órától lehet majd jönni este 8-ig, tehát a korábban megszokottaknak megfelelően. Ez a nyitvatartás egy kicsit érinti az egyetemi úszoda nyitvatartását is, mert a reggeli úszást azt ott fogjuk biztosítani június-július hónapban. A strandot éveken keresztül a szexádi sportközpont üzemeltette. A közgyűlés viszont nemrégen úgy döntött, a feladatot átadják a diákétkeztetési Kft.-nek. A módosítástól azt várják a képviselők, hogy a létesítmény fenntartása gazdaságosabbá válik. A jegyárak magasabbak, mint az előző évben volt, mivel az energiárak emelkedtek, és itt minden árammal működik ezek az élményelemek, a csúszda, úgyhogy itt ezt nem lehetett ugyanazon az áron tartani. A szexádi lakosoknak lacinkártya bemutatása 20% kedvezmény van, és van családi jegy is, ami a családoknak kedvező, mivel családbarát élményfürdő a nevében is benne van, hogy a családoknak szeretnénk kedvezni. Az élményfürdő területén egyébként nagyjából 1000 fő fér el egyszerre. A korábbi években nem volt ritka, hogy egy-egy forró nyári napon ki kellett tenni a megtelt táblát is a bejárati ajtóra.